Sziasztok, ez itt a Légy Valódi, ne tökéletes interjú sorozat, amiben olyan emberekkel beszélgetek, akikről én úgy gondolom, hogy értéket képviselnek, amit érdemes megosztani másokkal is. A mai interjúban Marton Gáborral beszélgetek az önelfogadásról, az önmagunkkal és a másokkal való kapcsolódásról. Gábor rendkívüli őszintességgel mesél a múltbeli és a jelen élményeiről, megéléseiről, tapasztalatairól. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, tartsatok velem, tanulságos lesz! Nekem benned, Gábor, az az, ami nagyon-nagyon tetszik, és nagyon nagyra becsülöm, hogy egy olyan emberkének tartalak téged, aki valahogy nagyon ügyesen egybe tudja gyúrni, alkalmazni mind a magánéletében, mind a hivatásába a gyakorlatiasságot, és mondjuk így, hogy a mélységet. Nagyon szépen köszönöm, ez egy jó megfogalmazás a dolog, meg ezzel még így nem nagyon gondolkoztam el. Szerintem nagyon fontos az, hogy főleg a mai világban az nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan, és pont erről beszélgettünk ugye a szünetben, vagy amikor elkezdtük így összeállítani a kamera felszereléseket, hogy mennyiszer van az, hogy nagyon sok információt lehet a mai világban találni, akár ha csak böngészünk az interneten, vagy olvasunk egy könyvet, de a gond nem ebben van, hogy nincsenek meg a megfelelő információk, hanem azzal van, hogy nem építjük be. Igen. Van erre egy mondás, amit jó pár külföldi, illetve magyar szerzőn is olvastam, és nagyon tetszett, hogy ez az információ hogyan lesz transformáció. És én azért szeretem a praktikus dolgokat, mert bár elméletben nagyon sok dolgot össze tud az ember tenni, ez tipikus az, hogy valaki elkezd mondjuk valamit tervezni, és abban nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon jól meg tudja tervezni a dolgokat, de amikor a végrehajtásra kerül a sor, akkor ott jönnek a bökkenők, ott jönnek az igazi akadályok. Mert én azt gondolom, hogy akkor történik meg az igazi transformáció, vagy akkor történik meg az igazi változás, amikor egy hasonló helyzetben másképp tudunk már cselekedni is, mások az érzelmeink a cselekedetek mögött, és ekkor tudjuk valójában azt az információt, amit megtanultunk, valójában beépíteni az életünkbe. Szeretném, hogy egy kicsit vissza menjünk oda, ahonnan te mondjuk így indultál, ami az a szorongós rác. Aki te valaha voltál. Mesélsz erről egy picit? Persze, nagyon szívesen. Ez nagyjából azt mondom, hogy volt egy gyerekkoromtól kezdve indult el ez, hogy szerintem is megkérdeztem, hogy milyen voltam gyerekként, és mondták, hogy eléggé hangulat ember voltam, tehát voltak azok a pillanatok, amikor tök fel voltam dobva, meg minden is szépen alakult, viszont volt egy olyan részem is, amikor meg így inkább így magamba fordultam, nem igazán meséltem, hogy mi történik a világomba, kérdezték, hogy mi volt az iskolában, hogy minden rendben volt, tehát hogy nem nagyon meséltem ezekről a dolgokról. És a szorongásomat tudok egy példát hozni, ezt a sok helyen már elmesítem a 7-es busz példáját. Én elég sokat utaztam a 7-es busszal. Aki esetleg nem ismeri a 7-es busz, ez egy nagyon tömött busz, ami végigmegy igazából Pestnek az északi részéből egészen Dél-Budáig. És ez a buszra utaztam elég sokat. Ez a busz, amikor ezen a buszon utaztam, állandóan szorongtam, mert hogy nagyon sok ember vett körbe. És hát úgy képzeld el, hogy megyek a buszon, és tudom, hogy le kell szállnom egy bizonyos megállónál, mert át kell szállnom egy másik buszra. Állok, és már tudom, hogy jön az én megállóm, és azon gondolkoztam, hogy de jó lenne, hogyha valaki elkezdne leszállni előttem, mert én biztos, hogy nem merem megkérni az embereket előttem, hogy álljanak arrébb. És ez sokszor így is volt, tehát mentem jó pár megállót. De nekem ez az volt, amiatt volt nagyon izgalmas, mert hogy ekkor kezdtem el igazából ráismerni arra, hogy itt valami nem úgy működik, ahogy én szeretném, és hogy ezek az élmények intogtak el abban, hogy elkezdem keresni azt, hogy feltettem olyan kérdéseket, hogy miért van az, hogy valaki teljesen felszabadult, könnyed, akár az iskolában, vagy azok a menő srácok miért olyan menők, én meg miért nem vagyok az, vagy esetleg nem vagyok esetleg elég jóképű ehhez az egész dologhoz, vagy mi van velem,
És ez a fajta ilyen önmegkérdőjelezés vezetett el oda, hogy elkezdek olvasni ilyen témában könyveket. Jé, lehet változtatni, jé, valaki ezt már megfejtette ennek a dolgnak a titkait, és hogy de jó, hogy mehet másoktól tanulni. És ez így elkezdett bennem munkálkodni, ezek a munkák. Ami izgalmas, hogyha picit így mélyebbre megyek ebbe a dologba, hogy volt viszont egy nagyon fontos tévutam ebben a dologban, utólag visszanézve. Én nagyon más akartam lenni, mint aki voltam. És nem mertem elfogadni azt, hogy ilyen vagyok, vagy ilyen voltam, és próbáltam inkább erre a sokfajta ilyen magammal kapcsolatos megkérdőjelezésre fölépíteni egy új személyiséget. Hogy például hogyan kommunikáljak bizonyos helyzetekben, hogyan fejezem ki magamat, mit mondjak, mit ne mondjak. És ebből fölépült körém egyfajta ilyen mondom ezt, ez ilyen, egy ilyen műjesség. Tehát az, hogy nem igazán mertem beletenni a szívemet, mert mindig attól féltem, hogy a valós énem az nem lesz elég. Ugye, amiről neked is szól ugye az egész interjúsorozatod, vagy a cikkeid, az, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, hanem igazából valódinak. És én nagyon sokáig ezt a valódiságomat, valójában mindig azt kerestem, csak nem mertem felvállalni azokat a félelmeket, amik ezt a valódiságomat elrejtik. De amint elkezdtem ezekkel szembenézni, nagyon sok mentorom volt, nagyon sok coachom volt, nagyon sok kurzusra jártam az elmúlt jó pár évben, pont azért, hogy ráleljek az igazi önvalomra. És hogy ez egy folyamat, tehát én is folyamatosan fedezek föl még magamban olyan dolgokat, amivel azt mondom, hogy még nem találkoztam, és hogy szerintem ezért izgalmas az önfelfedezés is. És akkor válik igazából, amit a legeslegején mondtam, az információval transformációvá, amikor teljesen okék vagyunk, teljesen rendben vagyunk azzal, hogy most hol állunk az életben, milyen tulajdonságaink vannak, milyen erősségeink, milyen gyengeségeink vannak. Mi azt gondolom, hogy ez a változásnak az alapja lehet, hogy ebből a helyről indulunk, nem egyfajta ellenállásból indulunk, hogy ellenállunk annak, amit úgy tapasztalunk, hogy esetleg rossz. Mert az sem rossz, az csak azt gondoljuk róla, hogy vannak bennünk rossz dolgok, és ezek a legfontosabb lépés az, hogy elfogadjuk, hogy itt vagyunk, ezek a körülményeink, de amikor egyfajta már elérjük azt, hogy egyfajta látsága vagy könnyedséget tudunk magunkra tekinteni és a helyzetünkre az adott pillanatban, onnantól kezdve meg beindulnak a változások, mert akkor mindazok a dolgokat, amiket akár megtanulunk, most mondok bármifajta készséget, vagy bármifajta képességet, amit fejlesztettünk, az könnyedén be fog tudni integrálódni belénk, és igazából azokat még jobban fogjuk tudni használni, csak egy sokkal szívvel teli helyről, sokkal valódibb helyről, ami igazából szolgál minket, és nem egyfajta gátat teremt a között, hogy minket be tudjanak fogadni, vagy nem fogja blokkolni azt, hogy valójában mély szinten tudjunk kapcsolódni másokkal. És mit jelent az, hogy mélyebb helyről kapcsolódni egymáshoz? Én azt gondolom, hogy két helyről lehet emberekkel kapcsolódni. Az egyik a fejszint, a másik meg a szívünknek a szintje. Ezt mindjárt elmagyarázom szerintem, hogy hogy néz ki. Ez csak az én elméletem, ez nekem így működik. Amikor fejből kapcsolódunk valakivel, akkor van egy elképzelésünk a másikról, hogy ő milyen, és ehhez a képhez kapcsolódunk. Tehát ő elképzeljük, hogy ő jó fej, ő kedves, ő aranyos, és akkor ezért vele így megvan az összhangunk. De ez megint csak a mi gondolataink, amit gondolunk a másik szeméről. És ugye a másik szem is gondol rólunk valamit, és akkor ez a kettő így vagy kapcsolódik, vagy nem. Na most ebben a helyzetben az szokott lenni általában a probléma, hogy az ember elkezd, valami történik, ami kiesik ebből a képből, és az már zavar teremt az egész kapcsolódásból, mert hogy a másik embernek az már lehet, hogy nem tetszik, amit ő gondolt rólunk, hogy olyanok vagyunk. És ez visszaversa igaz, és akkor általában vannak a konfliktusok. Ugye van a másik szint, az amikor ugye meg szívből tudunk valakivel kapcsolódni, az pedig számomra azt jelenti, hogy valamennyire már át tudunk látni a másiknak a maszkjain, át tudunk látni azokon a gondolati mintáin, amiket mi gondolunk róla, és hogy meglátjuk benne azt az embert, akit,
akit mindig is kerestünk, akár magunkban is, ugye minden tükör, tehát igazából már nem kezdünk rá vetíteni gondolatokat, hogy ő neki milyennek kéne lennie bizonyos helyzetekben, hanem van bennünk egy elfogadás. És ez akkor tud nagyon jól működni, amikor hajlandóak vagyunk önmagunkkal is szembenézni, hogy magunkat is elfogadjuk, és hogy ne vágyunk arra, hogy valakire csak elkezdjük kivetíteni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk mondjuk a kapcsolatban tapasztalni. Mert az is általában egy hiányból jön. Egyfajta hiányból, amit szeretnénk a másik emberrel kipótolni. És ezáltal nem őt fogadjuk el, vagy nem vele kapcsolódunk, hanem a saját koncepciónkkal kapcsolódunk. És az az izgalmas szerintem az egészben, hogy amikor mind a két ember le tudja vetkőzni a maszkjait, amikor tényleg tud teljesen minden szinten mesztelen lenni a másik személy felé, akkor tud megtörténni valóban az a fajta mély kapcsolódás, amire mindig is vágytunk. Ugye van erre egy gyakorlat, amit szoktam workshopokon vagy tréningeken alkalmazni, ez a szemezés gyakorlat. Volt rá egy kutatás, hogy ha valakivel, most nem emlékszem pontosan, most 1 perc vagy 4 percig szemezel, akkor egy olyan mély kapcsolódás jön össze a két ember között, ami gyakorlatilag ennyi idő alatt, gyakorlatilag, hogyha csak beszélgettek volna, nem biztos, hogy kialakult volna. És ami izgalmas, és egy új, mondjuk úgy, hogy kutatási területem most így a következő időszakban, az a nyelvnek a szerepe. Tehát az, hogyha például valakivel beszélgetünk, sokszor annyira figyelünk arra, hogy mit mondjunk, meg hogyan fogalmazzuk meg, hogy pont ez veszi el a varázsát attól, hogy tudjunk mélyebb szinten kapcsolódni. Ezért szerintem nagyon izgalmas az, hogy amikor az ember csak így bele tud lazulni a helyzetbe, csak tud figyelni a másikra, még szavak nélkül is sokkal többet fog megkapni a másik szeméből, a másik valódiságából, jobban tudnak utána egymással egy sokkal mélyebb szintre kerülni. Miért is ennyire szokatlan nekünk fölvenni a kapcsolatot, mondjuk nem 2 másodpercig, hanem egy picit hosszabb módon, mert hogy akkor elkezdenek olyan dolgok feltárulkozni, meg látszódni, ami egyébként, hogyha csak úgy szimplán beszélgetünk, akkor az úgy elvész, vagy eltűnik, vagy lényegtelen tud maradni. Én szoktam mondani, hogy a szem a lélek tükre, és hogy mennyire érdekes az, hogy amikor a másik szemébe nézünk, most ez nem tudom, ez most lehet, hogy csak egy ilyen buta gondolat, de hogy nem az van ilyenkor, hogy hú, akkor most ő meg fogja látni az összes titkomat, ami van esetleg benne, ahol nem szeretnék megosztani, és akkor ezért jövök zavarba, hogy azokat elkezdjem elrejteni. Pedig valójában nyilván nem látsz bele, csak hogy van egyfajta, nem tudom, ilyen automatizmus, amit én magamon felfedeztem, legalábbis nálam ez így működik, hogy amikor valakivel nagyon mélyen van, mondjuk ez a gyakorlat, akkor hú, akkor itt most már nem lehet kamuzni, itt most már tényleg őszintének és valódinak kell lenni. Mert nem az a baj, hogy milyen tulajdonságaink vannak. Ez olyan, mintha találkozna egy zöld alma, meg egy piros alma. Most lehet, hogy a zöld alma irigykedik arra, hogy a másik az piros, de valójában zöld alma, tehát az tök oké, hogy zöld alma, tehát ez teljesen oké. De ha viszont mi nem vagyunk okék, akik vagyunk, akkor elkezdünk magunkról ítélkezéseket megfogalmazni, elkezdünk magunkról ítélkezni, és igazából ez zavar minket, hogy ezek ne derüljenek ki, amiket mi gondolunk magunkról. Mert lehet, hogy a másik embernek, most lehet, hogy a piros almának tökre tetszik a zöld alma. Meg a piros alma tök oké azzal, hogy ő piros. És itt nála benne nincs egy ilyen belső konfliktus, mert ő felvállalja azt, hogy ő piros alma. Neki nem kell se barasznak lennie, hanem semmi másnak lennie, hanem ő lehet magában az, aki valójában egy piros alma. De a zöld almánál meg ugyanez alakul ki, csak nála meg ugye van egy ítélkezés magával szemben, hogy ő zöld és nem piros. És hogyha ebből a feszültségből, ezt a feszültséget nem szeretné megmutatni, hogy ő neki ilyen jellegű, mondjuk, hogy önmagával való problémái vannak. Amit még mindenképpen fontos ezen az úton, hogy sokkal könnyebb önmagunknak lenni, még ha néha akár az elején még többször fáj, mert azért az egy óriási energia fenntartani azt a fajta álcát, amit gondolunk saját magunkról. Az egy mindig egy őrült energia, mert mindig befolyásolnunk kell a külvilágot ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Mert azt gondoljuk, hogy a külvilág határozza meg azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Ezt mondd el még sokszor, még úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy áldozat szerepben vagyunk.
mert áldozatai vagyunk a külvilágnak, áldozatai vannak a külső eseményeknek. Ami részben olyan szempontból igaz, hogy hatást gyakorolnak ránk, tehát azt nem is lehet megkérdőjelezni. A kérdés az, hogy hogyan reagálunk rá, és hogy hogyan kezeljük ezt. Tehát azt gondolom, hogy az életben egy fontos feladat, az a fontos feladat az, hogy élvezzük életünk minden pillanatát, már amennyire ugye lehet. És persze történnek a külvilágban csomó dolog, csomó rossz dolog is történhet. Hívhatjuk rossz dolognak, vagy pozitívnak, nincs nagyon relevanciája. Az a kérdés, hogy mi mit gondolunk arról a helyzetről, és mit vált ki belőlünk. Mert magában egy adott helyzet, az valakiben örömöt kelt, valakiben mondjuk bánatot kelt. Valaki euforikus állapotba kerül, valaki meg behúzódik és lezár. Ugyanaz a helyzet, de mégis más. És akkor mi a kettő között a különbség? Annyi a különbség, hogy mi mit gondolunk róla az adott helyzetről, és az milyen érzelmet vált ki belőlünk, vagy mik azok az érzelmek, amik mondjuk úgy, hogy aktivizálódtak, amikor abban a helyzetbe bekerültünk, mert lehet, hogy gyerekkorunkban, most mondok, amit mondjuk megégettük magunkat a tűzzel, és akkor amikor tüzet látunk, akkor inkább futnánk el. Mert hogy van bennünk ez az automatikus reakció. És érdemes ezeket, ugye nekem az volt a nagy út, hogy ezeket így felkezdjem föltárni, és hogy figyeljem magamat közben, és ezeket az élményeket, ezek egyfajta ilyen katalizátornak használni a saját magam belső fejlődésemre, és hogy még jobban befelé tudjak figyelni. És hogy nekem ez az, ami sokat jelentett. És ez az, ami nekem olyan segített abban, hogy egyre őszintébb tudok lenni, egyre jobban felmerem magamat vállalni, és fel is vállalom, és azt gondolom, hogy ez egy folyamatos mélyülés, egy folyamatos út önmagamhoz. És ahhoz, hogy az életet egy sokkal könnyedebb helyről éljen meg, és hogy innét tudjak alkotni és létrehozni. Ami még tetszett abból, amit mondtál, hogy ez a tanulni másoktól. Hogy igen, nem nekünk kell úgymond feltalálni a spanyol viaszt, hanem nagyon-nagyon sokan vannak már előttünk, akik ebbe beleásták magukat, akik rájöttek egy csomó dologra, és ügyesen csinálták azt, amit csináltak, és hogy itt vannak tényleg közvetlenül mellettünk, előttünk a megoldások, az utak, a lehetőségek, és persze mindenkinek más az, ami az övé, vagy amit ő a magáénak tud érezni, de hogy nem is kell annyira ezekbe messzire menni. Én úgy tekintek a tanítókra, mesterekre, mentorokra, bárhogy is hívjuk őket, bárhogy is kategorizáljuk. Én azt gondolom, egyfelől mindenkitől lehet tanulni, tehát hogy nem csak tréningeken, vagy könyvekből lehet, vagy íróktól lehet. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, mindenkitől lehet tanulni. Szerintem nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt, a között, hogy mi az, amit magunkból merítünk tudást, mi az, amit másokból merítünk tudást. Én a legelején, mert nem igazán voltak támpontjaim, de hogy mondjuk gyerekként is ugye először ugye a külvilágra támaszkodunk, hogy megtanuljunk új információkat, új helyzeteket, fejlesszük magunkat, megnézzük azt, hogy hogyan is működik most a társadalom, most nyilván a gyerekként nem ezt gondoljuk, hogy hogyan működik a társadalom, de hogy akkor hogy kell legózni, hogy kell a testemet használni, stb. Tehát ez sok mindent tapasztalunk másokon keresztül magunkról. Még nagyon sokszor ugye, amikor van egy problémánk, akkor valami külső forráshoz megyünk, akitől kaphatunk támogatást. És ez szerintem nagyon ez normális is, mert csomó dolgokhoz fontos az, hogy legyen egy külső szemlélő. Na most itt jön be a másik érdekes dolog, hogy ezt is lehet nagyon túltolni. Én nagyon sokáig túltoltam ezt. Én jártam nagyon sok tréningre, nagyon sok pénzt elköltöttem, nagyon sok energiát belefektettem, de nagyon sokszor a megoldás annyira közel volt, ha csak egy kicsit magamra figyeltem volna, és a saját magam igazságát is kerestem volna az egész mögött, mert akkor viszont sokkal mélyebb, hogy úgy mondom, hogy sokkal gyorsabban is megtörténik a változás, mert elkezdem elfogadni magamban azokat a dolgokat, ami esetleg eddig zavartak, és aztán pedig abból tudok építkezni, és abból még nagyon jó bele tudom építeni a különböző mondjuk tanításokat, gondolatokat, tanácsokat. Tehát én arra bátorítok mindenkit, hogy mindezeket a külső információkat érdemes magunkon lefuttatni, hogy azok milyen hatással vannak ránk, és nem kell mindent elfogadni, mert hogy nem biztos, hogy neked az a megfelelő tanács. Sokkal komplexebbek vagyunk, mint személyiségek annál, hogy most
Most mondok egy példát, hogy most legyél motivált, és akkor erre van 14 lépés. Lehet, hogy neked abból a 14 lépésből 8 működik, lehet, hogy egy sem, lehet, hogy mindegyik, sőt, neked van még a saját 16 lépésed, ez is teljesen rendben van, de hogy mivel annyira komplexek vagy, meg annyira komplex mindenki, komplex személyiség, ezért nehéz azt mondani, hogy csak az egy módszer működik. Tehát érdemes mindig, most az a múltbeli énemnek mondanám, akkor azt mondanám, hogy oké, akkor hagyjad leülepedni ezeket a dolgokat, amiket most tapasztaltál. Mert amint hagyod ezeket leülepedni, akkor rájössz a te saját magad igazságára. És lehet, hogy ugyanaz az igazság, de lehet, hogy neked pont az ellentéte lesz, de ezzel sincsen semmi baj. Én alapvetően azt gondolom, hogy vannak alapvető igazságok, vagy alapvető követendő igazságok, de annak viszont nagyon sokfajta nézőpontja lehet, és meg kell találni magadnak, magadban azt, ami a tied. És úgy tudnám leírni, hogy ezek a tanítások, vagy gondolatok, vagy bárminek is mondom, tanácsok, ezek mutatnak valami felé. Tehát nem mindig maga a tanácsa a lényeg, hanem az, hogy mi felé mutatnak ezek. Hogy ezek mutatnak esetleg az egyszerűség felé, vagy a felé mutatnak, hogy mondjuk leesik egy alma a fáról, akkor valószínűleg nem biztos, hogy az alma a lényeg, hanem maga a fa, honnét jött az alma. Szóval, hogy mi annak az egésznek a forrása, mert hogyha a forrás megtaláljuk, akkor viszont az egy sokkal eszenciálisabb dolog, az egy sokkal univerzálisabb dolog, amit be tudunk magunkba építeni. És hogyan jött neked ez a pálya? Tehát abból a szorongó srácból, aki a buszon nem mert szólni senkihez, Hogy jött az, hogy akkor rendben én egyfajta ilyen segítő pályára lépek? Ez mindig is bennem volt egyfajta segítőkészség. Sokszor úgy fogalmaztuk meg így a családban, hogy kicsit olyan vagyok, mint a Teréz anya, tehát hogy így segítek költség és díjmentesen, ami mai napig bennem van, tehát én nem szeretek segíteni másoknak. Lehet, hogy ebből szerzek validációt, vagy ebből szerzem azt, hogy értékes vagyok. Mindamellett én nagyon szeretem azt a fajta, azt látni az embereken, hogy csillogó szemük után, amikor beszélgettünk, vagy csak tudom, valakinek vettem egy kakaós csigát múltkor itt a pékségben, mert nem volt éppen nála annyi pénz, és akkor kiegészítettem, de ezek ilyen kis apró dolgok. Tehát én az apró dolgokban nagyon szeretem, ez a fajta segítségnyújtást. Nekem onnét jött, hogy amikor én magam küzdöttem a saját démonjaimmal, akkor nagyon sok segítség volt körülöttem. És ahogy én is fejlődtem ebben a dologban, elkezdtem tudni másoknak is segíteni. És akkor ezt így rájöttem, ez mennyire szeretem ezt a dolgot csinálni. És körülbelül így 5-6 évvel ezelőtt gondoltam azon, hogy hát ez tök jó lenne, hogyha ezt tudnám úgy csinálni, hogy így munkám mellett, mint egy ilyen mellékvágány, mellékállás, akár még az elején ingyen is, hogy akkor segítek emberek is, tapasztalatot gyűjtök ebben a coachingban, vagy mentoringban, bárhogy is hívjuk. És minél kezdtem el így igazából épülni, amellett meg annál a banknál, ahol dolgoztam, ott meg belső tréner lettem, ott ki is lettem képezve, és ott később felszerelő tréninget tartottunk kollégáknak, amiket nagyon-nagyon szerettem. Szinte minden hónapban volt egy-egy tréningünk a trénertársaimmal, és nagyon-nagyon élveztem, hogy fú, ebben tudok embereknek így értéket adni, tényleg van olyan tudásom, amit át tudok adni, és ez engem nagyon inspirált, hogy emberek életére lehetek pozitív hatással. Meg mindig is felnéztem azokra az emberekre, akik segítettek másoknak. Tehát bennem ez mindig volt, hogy ez egy tök nemes dolog, egy tök rendes dolog is. És hogyha az ember ezt tudja úgy önmagával harmóniában csinálni, tehát hogy úgy értem a harmóniát, hogy hiteles tud ebben lenni, és ezt autentikusan föl tudja vállalni olyan a gyengeségeit is, mert szerintem ez nagyon fontos, akár egy én coachingosan is sokszor elmondom ezeket a történetet, elmondom azt, hogy miben nem tudok segíteni, mert nem tudok mindenben segíteni, az tény és való. Bár mindenkivel szívesen iszom egy kávét, tehát hogy ezzel nincsen semmi gond. Viszont ami nekem nagyon fontos az, hogy szívből őszintén és autentikusan tudjunk segíteni másoknak. És inkább abban segíteni nekik, hogy önmagukra tudjanak találni, mert utána a megoldások, a tudás az úgyis bennük van, és ha ebben lehetünk egy világító tornyok valamilyen tekintetben, akkor ez az egy nagyon-nagyon jó, ez egy, angolul úgy mondanám, hogy ez egy well-lived life, tehát hogy ez egy jól élt élet. És amit még nagyon fontos elmondanom, hogy én nagyon sokat tanulok az ügyfeleimtől is. Tehát, hogy
hogy most azt gondolja az ember, hogy akkor megmondom a tutit, vagy valami guru vagyok, de én nem vagyok guru, nem akarom a tutit megmondani, én csak elmondom külső szemlélőként, amit látok, és amit szerintem lehetne változtatni, mindenkinek szíve joga ezeket most beépíteni, vagy nem, vagy kipróbálni. Kipróbálni szerintem mindig érdemes, aztán, hogy az valóban működik-e, azt mindig vissza tudjuk mérni. De amit én nagyon-nagyon szeretek ebben a munkában, az, hogy nagyon sokat tanulok az ügyfeleimtől. És én azt vettem észre, hogy csomószor, amikor valakinek segítek, akkor sokszor magamon is segítek, meg kimondom azokat a dolgokat, amiket esetleg még én nem mondtam ki magamnak, hiszen hogyha úgy veszem, az ügyfelem is mindig a tükröm. És hogy nekem ez azért, ami nagyon-nagyon izgalmas, és azt tényleg, ahogy az ügyfelemet tudom a következő szintre emelni az életükben, legyen bármiről is szó, azáltal igazából magamat is folyamatosan felemelem, és ők is ugyanúgy felemelnek. És szerintem ez a csodálatos ebben a hivatásban. De... Mi az az érték, amit szerinted te képviselsz? Egyik szerintem a humor, tehát az nekem fontos értékem. Tehát én azt szeretem, én alapvetően szeretem könnyedén kezelni az életet, bár be van őszintén azért elő szokott fordulni az bőven, hogy egy picit így befeszülök bizonyos dolgokon, de alapvetően nekem a humor, meg az, hogy jól érezzem magam, az egy fontos érték. A másik a nyitottság, és a harmadik az pedig a segítségnyújtás, vagy más embereknek a támogatása. Az én erőforrásaimmal, a jelenlétemmel, vagy bármilyen dologgal, ami belőlem fakad, és hogy segítsek másokkal is, és akár közösen is támogassuk ezt a világot, és hogy hozzunk létre tök jó dolgokat. Hogyha egyetlen egy üzeneted lehetne a világ számára, akkor mi lenne az? Én annyit kívánnék mindenkinek, hogy élvezze az élete minden pillanatát. Ebben szerintem minden benne van. Ha az ember élvezi az élete minden pillanatát, akkor olyan dolgokat fog létrehozni, ami belőle fakad, és olyan dolgokat tudja szebbíteni ezt a világot, ami szintén belőle fakad, és akkor tudjuk igazából, akkor áll össze igazából a világ puzzle-je, hogy mindenki a legmegfelelőbb helyen van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon élveztem, és akkor mindenkinek a legjobbakat kívánom. Nem mindig és nem mindenkinek könnyű szeretettel fordulni a saját magához vagy másokhoz, de valóban sokkal egyszerűbb és érdemesebb is azokat a mázakat, azokat az állarcokat szép lassan leolvasztani magunkról, amiket fölépítettünk az évek során, és ezzel rátalálni arra, akik mi valójában vagyunk. Ezzel a minőséggel pedig teljesen másként tudunk jelen lenni a világban. Köszönöm, hogy ismét velem voltatok, nézzétek meg a többi interjút is a YouTube-on, vagy kövessétek a Légy Valódi Ne Tökéletes oldalt a Facebookon, ahol még több információt találhattok.